Hölgyeim és uraim, ezennel egy olyan témával foglalkoznék, ami az április harmadikai választás után lett rendkívül fontos mindannyiunk számára, bárhogyan is szavaztunk volna. Én ezt a témát úgy közelíteném meg, hogy itt egy tabula rasa-ra kerül sor, aminek kapcsán hogyan tovább kérdéseire keressük a választ. Ebből a szempontból készült az itt látható bejegyzésem az Új Magyar Hon webhelyemen, mégpedig indulásként rögtön ezzel a statisztikával kezdeném, ugye, hogy az emigráció eddig hogyan alakult, most akár külföldi telephelyen való munkavállalás, vagy akár más európai célországokban való folyamatos lakás élés szempontjából. Mégpedig ez a statisztika, ami ugye a bejegyzésemnek a fedőképe, egy éppen ma megjelent Qubit, ami a 444 kiadójának, tehát a kormányoldal elleni kiadónak egy ilyen tudományos, technikai és más szempontú 2017-ben elindított webhelye, és erre a kérdésre keresi a választ, hogy az emigráció hogyan is alakul. Az én témám azonban ettől egy más, mert hogy én itt a rövid felvezetőben tulajdonképpen ennek az alábbi képnek az értelmében szemlélném, nagyon távolra menően, úgy időben visszafelé, mint előrefelé a ezzel kapcsolatos tabula rasa megnyilvánulásokat. Számomra a tabula rasa 1956-ban kezdődik, amikor 8 éves voltam, és itt éltem a Kisvábhegy oldalában egy villában. Fölvonultak november 4-én oda a szovjet csapatok, a tüzérség, és onnan lőtték a szén a tejéren lévő felkelőket, vagy 2 napig. És tulajdonképpen azóta foglalkoztat az, hogy mi is történik, hogy általában a világban a háborúk, a különböző válságok, és az egész történelmünk szempontjából. És nekem majd lehet olvasni itt a bejegyzésbe, hogy én ezt egészen visszavezetem a késő de bronzkori összeomlásig, nevezetesen azt, hogy szükség van egy ilyen globális mindenek fölötti erőre, amelyet egyes kutatók egészen eddig a késő bronzkori összeomlásig vezetnek vissza, mint szükséges tényezőre, és amely egészen mai napig uralja ezt az egész világtörténelmet, magát a jelent, és a jövőt ő alakítja. Tehát én itt nem, és ezt én meg kell mondanom, hogy inkább pozitívnak tekintem a világ sorsa szempontjából, mint negatívnak. Persze így a jelen megnyilvánulásai tekintetében, ugye például itt egy tinédzserkori keber barátom óriási csalódására az vegyboldalán, csak ennyit tett közzé, hogy köszöni Márki-Zay Péternek és csapatának, hogy megcselekedték, amit megkövetelt a haza. Ugye maga a HVG az pedig hát ilyen formában, ilyen képpel együtt közölte annak a Mérő Lászlónak az interjúját, aki a 20 000 szavazat számláló szavazat szedő mozgalom keretében vett részt egy roppant kicsiny településen, Sárosadányban, annak megállapításában, hogy van-e visszaélés, vagy nincs az ilyen választásokon. Hát a ellenzék számára még kiméletlenebb és kegyetlenebb módon az derült, hogy semmiféle visszaélés nincs, még hajlandóság sincs erre. Na de akkor miért van az, hogy ilyen hatalmas mértékben ugye szavazott az ország több mint fele arra, hogy a Fidesz legyen ugye több mint kétharmados többséggel a parlamentben ismét, 4. alkalommal. És itt egy úriember, akiről majd szó lesz, őt találtam a legaktuálisabbnak és legautentikusabbnak, tehát hitelesebbnek, abban a tekintetben, hogy vajon mi lehet itt a magyarázat. Tehát arról van szó, hogy ugye tabula rasa 21. századi világháborúval, ugye ez folyik éppen, ebben most kösebben nem mennék bele,
amelyben a média hatalom és a proxy háborúzás dominál. Most aki erre rákattint, az ugyan egy angol nyelvű szájtra jut, de megérti, hogy miről is van szó. A média hatalmat, meg hát azt akár tudatában van ennek-e valaki, akár nem, ez dominálja ezt a bizonyos 21. századi világháborút, ami ilyen értelemben már bizony évtizedek óta zajlik a kelet és nyugat között. És hát ugye a hogyan tovább kérdése az abból a szempontból ítélendő meg az én szerint véleményem szerint, hogy a törzsi szolidaritás áll szembe az individualista és kozmopolita összefogással. Itt konkrétan a összefogás nevű ellenzéki tömörülésre is utalnék, tehát azzal, amelyik csúfosan megbukott. És miért? Mert a törzsszövetség tarolt. Ez egy furcsa fogalom, amit ez az új ember vezetett be elsőként. És hát azt hiszem, ez nagyon jól körülírja ez a fogalom azt, hogy miért szégyenült meg az összefogás ilyen fantasztikus módon. Na hát itt csak átfutnék ezeken az egész dolgon, itt egy nagyon fiatal, egykori kollégámról van szó, aki éppen így nagyon, hogy is mondjam, visszafogott módon, de azt fejezi ki, hogy el lehet innen menni projekten gondolkodni. Én itten 74 életévem, mert belüli 66 év tapasztalatával, ugye, ha levonjuk a 74-ből a 66-ot, akkor 8 éves koromtól. Figyelem a világ alakulását, ez rendkívül módon érdekelt mindig is engem, mind a mellett, amit az ember az életbennek tapasztalt és megélt. Így hosszú távon visszatekintve, meg előre tekintve, ez a 66 év tapasztalata van itt általam leírva, nagyon egyszerűen néhány pontba foglalva, ezt itt most nem fejteném ki. Erre reagált mindannyiunk, tehát a legfiatalabb kollégánk Gyurinak és nekem is, egy nálam ugyan fiatalabb, talán 10-20 évvel, Kőnik Tibor, inkább 20-szal, egy nyilatkozata, aki persze nekem ellent mond, egy nagyon tipikus felfogás miatt, amit ugye pont ez a kozmopolitaság sugal. És hát ez az ő élettapasztalata, ami más. Na most én erre csak ilyen formán reagáltam, hogy és Tibor természetesen részt vett ebbe a 20 ezer ember az ország 10 ezer pontján, ennek szervezője volt. Tehát itt összekapcsolódnak a dolgok. Én nagyon örültem az ő felszólalásának, egyszerűen azért, mert én már, ahogy itt írom, a kijevi pucs, 2014-es kijevi pucs óta nagyon figyelem a nyugat kontra kelet szembenállást, és hát ez 8 év alatt jutottam el oda, ahova eljutottam, és amit ugye Gyurinak nagyon röviden, mint irányadó tanács leírtam, és itt hát most már kénytelen vagyok arra is hivatkozni, hogy miért vagyok én tulajdonképpen ilyen nagyon érthetetlennek tűnő jövőendő jóslás szószólaja, mondhatnánk, mert hát az igazság, hogy már az apám is ilyen volt, amikor 41. júniusában a Csillaghegyi strandon közölte, hogy hát igen, itt van, Hitler elvesztette a második világháborút, amit a strandon lévők pedig ott lelkesen ünnepeltek, közte barátai is, és ugye itt a zárójelben azért jegyzem meg, hogy hát 44. október 16-án a nyilasok ugye átvették a hatalmat, és harcoltak, mert hát jön a csodafegyver, és így tovább. Tehát még látható, hogy bizonyos jelek elég nyilvánvaló megléte esetén is nagyon könnyen, hogy úgy mondjam, félreértenek, vagy egészen bizonyos korábbi beléjük oltott szemlélet alapján az emberek könnyen tévednek. Én nem állítom azt, hogy König Tibor egykori kollégám téved, én azt mondom, hogy hát én egy egész más szemléletből nézem, és 2026 egy különleges dátum számomra, és így tovább, és így tovább. És itt írok arról, ugye, amit én úgy nevezek, hogy a okos globalisták ókori Egyiptomig is visszamenő múltbeli két szembenálló módon működő főpapi rétege, tehát több mint 3000 évről van szó,
És ehhez ajánlom mindenkinek ezt a késő bronzkori összeomlás képet. Ami miatt szükségessé vált ez a bizonyos nemzetek és országok fölötti uralkodó szemlélet, amit ugye ma globális pénzhatalomnak is neveznek, és így tovább, hát én ezt most itt nem ragoznám. Maga a jelenség, amit ugye ennek a tínédzserkői Kebelbrátamnak a weboldalán láttam, találtam, ugye egy ilyen köszönet Márki-Zay Péternek, és ennek kapcsán szóltam én is hozzá abban a tekintetben, hogy hát én itt azt javasolnám, hogy amit az előző bekezdésben, bejegyzésben, fejezetben ugye részesen szerepeltettem, azt vegye mindenki figyelembe, amellett, amit egyébként gondol erről az egész történésről. És hát ehhez kapcsolódóan még ugye itten Gerő András, aki végképp ugye a 20. század történelmével foglalkozott nagyon aktívan, ezért az ő véleménye különösen mérvadó, és hát ő nem áll a kormánypártok mellett, de ő legalábbis az a budapesti értelmiségi, aki a G. Fodor Gáborral, aki az egyik avatottabb képviselője eszmei oldalon a kormánypártoknak, a kormánypártok ideológiájának mondhatnánk, vagy eljárásrendszerének, meg ezt kutatja, és stb. Stb. Hát érdemes ezt végighallgatni a kettőjük beszélgetését, ahol ugye a videóban éppen csak még a Gerő András lehet látni. És hát erre hívtam föl ugye ebben a egykori Kebelbarátnak a weboldalán folyó diszkuszióban a figyelmet. Láthatunk egy-két hozzászólást ezzel kapcsolatban pro és kontra, és hát az egyik hozzászóló ugye itt rögtön el is helyezte április 7-én azt a interjút, amit Mérő László, egy ismert, nem, tehát egy városi értelmisége, egy nagyon okos és tapasztalt csokoldalú valaki, adott a HVG-nek, és aminek következtében egy csomó helyen megjelent utána különböző stúdiókban, a baloldaltól a jobb oldalig terjedően, még a kormánypárti média TV1-ben is. Tehát MTV1-ben is, ugye? A kormány médiában. Tehát ugye itt egyszerűen arra reagáltam, hogy hát persze ez így van. Az illető ugye még HVG interjúban való, interjúra való hivatkozásában egy néhány nappal később, itt 5 nappal később lehet látni, azért, mert ugye közben az ATV-n is megjelent, és ott akkor személyesen lehet hallani, hogy mit is mond Mérő László ezzel kapcsolatban. És azért ezt különösen ugye a tínédzserkői Kebelbarátnak ajánlottam figyelmébe, mert az igazság az, hogy ő sajnos nem tanult az égvilágon semmit a világból. Egyszer azt kell mondanom, hogy valamilyen, hogy is mondjam, eszmei világba zárkózott be, aminek keretében nem lát ki abból, hogy milyen a valós világ. Ez egy elég szomorú dolog egy értelmiségi részéről, különösen, hogyha ő történész egyébként, és gondolom a szakmájában nem is rossz történész. Tehát ennyit erről. No, és itt ugye a továbbiakban pedig erről a jobboldali törzszövetségről az illetőt, aki ezt először megfogalmazta alig 2 éve, egy Pogrányi Lovas Miklósnak, aki természetesen ugye a 21. századi intézetnek, ami egy jobboldali, hogy is mondjam, think tank, tehát eszme intézet. A cikke, ahol leírja, hogy ő úgy látja, hogy itt a jobboldal az egy ilyen törzsszövetség. Na most összeszedtem én ennek, el lehet itt olvasni, tehát nem kell átkattingatni jobbra-balra, sőt, azt mondhatnám, hogy további cikkek vannak a honlapján, itt látható ő, megtudhatja, hogy kicsoda ő. Facebook bejegyzésekből is lehet látni, hogy ő mi egyebet talált a világ kapcsolatában. Itt láthatjuk a fő címeket.
Egy nagyon figyelemre méltó eszmetörténész, ha jól emlékszem ő, ez lenne az ő, és egy csomó ugye videó interjú is szerepel itt az ő közreműködésével, mint látjuk a gyermekvédelmi törvényről is, diktatúráról, stb. Ugye normalitás világába, ahol ismét G. Fodor Gáborral együtt szerepel, és másokkal együtt szerepel. Hát mindenképpen sok mindent lehet megtudni az ő megnyilvánulásaiból, én úgy érzem. Na most még egyszer csak annyit néznék meg, hogy végül is ugye egy egyetemi óraadó tanár, kutató, hát itt nem szerepel pontosan, de hát ugye a kutatási területe a konzervativizmus, kultúra, elmélet, hozzá kapcsolódóan tanulmányokat folytat, stb. Azt hiszem, tehát jól írtam, hogy eszmetörténész valamilyen értelemben. Na, hát köszönöm a figyelmet, és a továbbiakban tessék megtekinteni ezt a bejegyzést itt a Új Magyar Hon webhelyen, ami ugye itt a mindjárt megmutatom, hol található, Tabula Rasa és hogyan tovább címen szerepel. Én meg ugye most innen kilépek, és akkor meg is tudom mutatni, látni, hogy újmagyarhon.wordpress.com, ugye 14-én jelent meg ezzel a címmel. újmagyarhon.wordpress.com-on. Ez az Új Magyar Honnak a webhelye, ami a mindent a stresszálló hazáért érdekében alakult ezzel a jelmondattal, mondhatjuk úgy, több mint két évvel ezelőtt. Köszönöm a figyelmet, és kérem, vegyék igénybe ezt a lehetőséget, gondolkozzanak el az ebben foglaltakon. 17 percről van szó.